A 13 aradi vértanúról emlékeztek meg a Percelmór iskola tanárai és diákjai Bonyhádon. A völgységi városban is hagyománya van annak, hogy ezen a napon a város egykori lakója Percelmór sírjánál emlékeznek meg a vértanúkról. És hagyomány az is, hogy a város valamelyik iskolájának tanára emlékezik meg a 48-49-es szabadságharc utáni megtorlás áldozatairól. Idén Vódlin Makovics Erika, a Tolna megyei szakképzési centrum Percelmór szakképzőiskolájának történelem tanára beszédében kitért arra, hogy napjainkban vajon vannak-e még olyan eszmék, melyekért akár még életünket is feláldoznánk? Vannak-e még számunkra olyan nemes eszmék, amelyekért képesek volnánk életünket is feláldozni? Meghallani hazánk, nemzetünk vagy kisebb közösségeink hívószavát, és készek vagyunk-e ennek érdekében akár megszokott életformánk, biztosnak tűnő egzisztenciánkat is kockára tenni? Szerencsére olyan korban élünk, amikor többnyire nem kell életünket áldoznunk hazánkért, hivatásunkért, világboldogító nagy eszmékért. Viszont feltehetjük a kérdést önmagunknak, képesek vagyunk-e ragaszkodni elveinkhez, meggyőződésünkhöz, eskünkhöz és hivatásunk írott és iratlan szabályaihoz, akkor is, ha ez nem jár számunkra előnyökkel. A szónok kitért arra is, az áldozatok az eseményeket követően legendává váltak, számos irodalmi alkotás őrizte emléküket. Voltak hőstetteik, de hibás vagy téves döntéseik is. Nem voltak tökéletesek. Áldozatuk a szabadságért, elveikért, hitükért, a hazáért meg annyi felemelő példa előttünk. De a legnagyobb példa számunkra, amint méltósággal, férfiasan viselték, a mindenható kezébe téve a rájuk mért igazságtalan sorsot. Pannonia, ne feledd halottaidat, mint vádlók élnek ők. Az ünnepély lezárásaként a résztvevők Percelmór tábornok sírjánál tisztelektek.